azt tegyék meg nekem, hogy akik politikusnak érzik magukat, vagy politikával foglalkoznak, egy pillanatra tegyék föl a kezüket. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hát, ez is valami. Szégyellős politikusoknak fog akkor az előadás szólni. Én egy olyan témát választottam, ami az egyetemi kurzusokon, amikor még én előadtam az egyetemen, olyan 30 órát tartott. Most maguknak ezt 40 percben fogom elmondani, úgyhogy igyekezzenek, és nem mindenről beszélek, amit lehet látni, mert modern előadás technikáktól, de jó lenne látni. A modern előadás technikáknak az a egyik titka, hogy az ember képi információban sokkal többet tud mondani, mint amit felírni lehet. Úgyhogy itt lesznek képek, szövegek, és én folyamatosan beszélek, és akkor ebből kell majd valamilyen képet maguknak kialakítani, és utána megbeszéljük, akinek van kedve, hogy mi az, ami ebből elfogadható, mi az, amit esetleg tovább kell magyarázni. Ezek a képek arról szólnak, hogy milyen a világ jelenleg, de nem csak ez a kis ország, hanem úgy általában, és azt hiszem, ha végignézik, akkor érthető, hogy miről kéne beszélnem, amit nem teszek. Az a jobb sarokban lévő ábra, az ember populáció növekedésének az ábra, hát úgy lehet látni, hogy a időszámítás előtti első században, nem tudom én, 250 ezer, vagy 2,5 millió emberről indul, és aztán most a 6-on is túl vagyunk, 7 milliárd ember van. Ez egy olyan változás, aminek rengeteg következménye van, és az a különös, hogy a társadalom tudósok rengeteget beszélnek a változásokról, és eszükbe se jut, hogy ennek kapcsolata van a populáció növekedésével, és hogy ez a populáció, ez élőlényekből áll, amelyeknek tulajdonságaik vannak, biológiai tulajdonságaik is, nem csak kultúrájuk, és hogy ezt a kettőt valahogy össze kéne kötni, és megnézni, hogy mire megyünk vele. Egészen röviden arról, hogy amikor az ember rendszerekkel foglalkozik, és azoknak a jövőjéről akar beszélni, hogy milyen irányba mennek, akkor mik a korlátok és mik a lehetőségek. Ugye azt lehet mondani, ezt hosszan tudom aztán bizonygatni, hogy csak a zárt, determinisztikus rendszerek jövője jósolható. Az nagyon könnyen megismerjük a rendszert, milyen komponensek egymásra hogyan hatnak, akkor meg tudjuk mondani, hogy egy adott időpontban milyen változások lehetnek. A legtöbb érdekes rendszer nem ilyen. Tehát a biológiai rendszer, az egy evolúciós rendszer, a kulturális rendszer ugyancsak, a technológiai rendszer ugyancsak, ezek nem jósolhatók. Biológiai evolúció, kulturális evolúciónak a múltja az mindig tanulmányozható, arról sokféle kijelentést lehet tenni, de ezekből semmiféle következtetést nem lehet a jövőre nézve levonni, mert mindig váratlan hatások fordulnak elő, amelyek ezt a következtetést lehetetlenné teszik. Ezt muszáj egy kicsit részletesebben elmondanom, mert csak így tudom aztán elmagyarázni, hogy miért beszélnek politikusok irreálisan bizonyos, mondjuk az esetek nagy részében. Ugye gondoljanak végig egy példát, jön egy Sirius lakó, és itt körülnéz, és meglátja az én karórámat, és azt kérdezi, hogy ezt ki csinálta. És akkor ugye ez egy általános kérdés, azt mondjuk, hogy ezt mi emberek csináltuk. Ez a Sirius lakó egy kísérletező hajlamú valaki, és azt mondja, hogy igen, bizonyítsuk be, mondjuk a Margit szigetet ürítsék ki, 100 pucér embert a körútról tegyenek oda, mutassuk meg nekik a karórát, hogy
amint egy ilyet csinálnak, mehetnek haza. Hát mi lenne ezzel a 100 pucér emberrel? Hát ugye fáznának, és egy jó darabig karórát nem tudnának csinálni. Valószínűleg sok generáció kellene ahhoz, hogy egy ilyen karóra ott elkészüljön. És ha azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne nekik segíteni, mondjuk megengednék azt, hogy információt adjunk nekik, akkor is nagyon bonyolult helyzetbe kerülnénk, mert kiderülne, hogy a karóra készítés, tehát azt, hogy egy órás mester a végén a finom kis fogaskereket és egyéb alkatrészeket összerakjon, ahhoz fémkohászat, fémek finom megművelése, a legkülönbözőbb olyan dolgok kellenek, amelyek nagyon bonyolultak. És tudjuk, hogy ez a leírás, amit adunk, aminek a végén összerakják a karórát, az azzal kell kezdődjön, hogy gyűjts össze néhány követ, gyújtsál tüzet, és akkor vagy üvegolvasztás lesz belőle, vagy részkohászat, vagy valami ilyesmi, de ugye nagyon messze van ez a karóra végső állapotától. De valószínűleg lehetne egy ilyen programot összeállítani, nagyon sok minden kerülne bele, valószínűleg 100 ember nem tudná végigcsinálni, de az elvi jelentősége ennek az, hogy ahhoz, hogy ezt a meglévő, jelenben létező, tehát nem mese, hogy majd csoda Magyarország lesz, hanem egy karóra, ami itt van, bizonyítva van, hogy megvan. Az ehhez vezető út, az leírható úgy, mint lépésről lépésre történő strukturális változásoknak a sorozata. Tehát akkor tudom bebizonyítani, hogy tudok karórát készíteni, ha elmondom, hogy ma, holnap, holnap után milyen lépésekben megyek tovább. És akkor egyszer el lehet oda jutni, lehet, hogy 100 év múlva, lehet, hogy sok ember kell hozzá, de bizonyíthatóan a struktúra változások sorozata vezet oda. Most itt akkor ugrunk a politikára csak egy rövid pikírt megjegyzéssel. Ugye, amikor ígérnek valamit, tündérországot, mindenfélét, akkor nem az a kérdés, hogy azt lehetséges-e. Lehet, hogy lehet, lehet, hogy nem, nem tudom. A kérdés az, hogy milyen strukturális változások vezetnek oda ma, holnap, jövő héten, a hónap végén. Tehát fel tud-e a politikus, vagy ugye a politikust egy ilyen rendszer kezelőnek kell tekinteni. A rendszer kezelője rendelkezik-e annyi információval, hogy a struktúra változások sorozatát fel tudja vázolni? Ha igen, akkor lehet menni. Ha nem, akkor mesél. És a mese nem érdekes. No, még egy lényeges dolog van ezekkel a jóslásokkal kapcsolatban. Ugye a tudományos jóslás, amikor valami ilyet próbál az ember, ez mindig igyekszik logikus lenni és racionális. Ugyanakkor ezek a tudományhoz intézett kérdések mindig a hogyanra válaszolnak. Hogyan lehet távolba látni, hogyan lehet repülni, hogyan lehet szántani, milyen eszközzel, azt hogyan lehet megcsinálni. Tehát mindig valamilyen hogyan kérdés merül fel, és sohasem kérdezik meg, hogy miért. Mi a fenének kell repülni? Miért kell teleportálni valakit? Ugye a miért kérdések azok nem a tudományra tartoznak, mert ezekre nem tud válaszolni. A miért kérdések a mi kérdéseink, és ezzel megint nem foglalkozik a politika, hogy a kitűzött célokat hogyan lehet elérni. Ugye erre azt hiszi, hogy kell neki válaszolni, bár nem tud, de hogy miért kell pont oda menni, az egy egészen más kérdés, és ezzel igazából nem sokat foglalkozunk, ezek a fontos kérdések.
lezárva ezt a részt, ugye minden kultúra az egy nagyon bonyolult rendszer, amiben emberek, tárgyak, emberi viselkedés, táj együtt működik, és ez, ha működik, akkor mindenki mindennel valamilyen módon kapcsolatban van, és itt korlátok vannak, funkciók vannak, és nem lehet belekotorni anélkül, hogy nem ne tudnánk ezt a bizonyos odavezető utat felvázolni, hogy ne tudnánk a miért kérdésekre valamilyen laza választ adni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt csak részek racionálisak, az egész az egy irracionális rendszer, nagyon szeretjük, de nagyon óvatosan kell vele bánni, mert nem úgy működik, ahogy ezt a emberek is, a politikusok általában képzelik. A politika és a társadalomtudományok sok évig ugye a bölcsészek birodalmának számítottak, és azt mondtak róla, ami nekik jól esett. Az utóbbi 40 évben azonban az etológia, a humán etológia elkezdett olyan dolgokkal foglalkozni, ami hát érinti ezeket a problémákat. Azt tudjuk ma mondani, hogy a genetika, etológia segítségével tudunk bizonyos megállapításokat tenni arra nézvést, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működik az ember. Nem akarjuk helyettesíteni a társadalomtudományokat, erről szó sincs, ezzel vádolnak néha, de ez nem igaz. Ki akarjuk segíteni őket. Az én időmben ezelőtt 40-50 évvel ott született a molekuláris biológia. Akkor a biológusok azt mondták, hogy ez egy baromság, hát kémikusok akarnak biológiával foglalkozni. Az a biológus, aki minden gazról tudja, hogy azt hogy hívják, és rendszertanilag hova tartozik. És ilyen vegyészek, mint én például, azok menjenek a biokémiai laborokba, de a biológia az nem ez. Hát eltelt 30 év, ma már tudjuk, hogy a molekuláris biológia az felforgatta a biológiát, és ma az a biológia jelentős része. Én azt gondolom, hogy a pszichológia, a társadalomtudományok most élik át ezt a periódust, hogy úgy gondolják, hogy ők függetlenek, és nincs alapjuk, és úgy lógnak a levegőben, de nagyon jó megvannak. Én meg azt gondolom, hogy hozzájuk kell csatolni a biológiát, a viselkedés biológiát, és akkor együtt majd olyan fejlődés lehet, mint amit a biológia, a molekuláris biológián keresztül a kémiával elért. Na, itt egy olyan kép van, amiről majd fogok kicsit részletesebben beszélni. A lényeg az, hogy beszélünk az egyénről, közösségről, kultúráról, nyelvről, és azt nézzük meg, hogy ebben a körben a biológiai tényezők, a dominancia, a rangsor, a szabálykövetés, az együttműködés, az individualizáció, a kommunikáció, a rítus, ugye az már nem is biztos, hogy biológia egyedül, az hogyan jelenik meg, és hogyan befolyásolja ezeket a dolgokat. Tehát lényegében erről fogok beszélni, amit itt most látnak, röviden, mert már is megyek tovább. Ugye ott a közösséggel kell kezdeni. Az ember abban különbözik az állatvilágtól, hogy genetikailag képessé vált az evolúció során közösségeket alkotni. Ez a közösség teremtés képessége, ez egy genetikai tulajdonság. Olyan, mint egy madárnak a szárnya, vagy mint az embernek két füle van. Génekben rögzített rendszer szervező képességünk van. Minden ember a maga világába, ha egy másik emberrel találkozik, vagy akár ha egyedül is van, azonnal jelentkezik számtalan területen az, hogy képes a szociális rendszer, amiről
ugye képeket mutogattam, a szociális rendszer megszervezésére. Tehát ez egy alaptulajdonság, olyan, mint a nyelv. Azon senki se csodálkozik, hogy minden ember valamilyen nyelvet beszél, mert hát ez van neki nyelve, tudjuk. De ez egy genetikai adottság. Az, hogy milyen nyelvet beszél, az kultúra. A szociális rendszer szervező képesség az egy ugyanolyan képesség, mint a nyelv. Az, hogy milyen szociális rendszer van, az kultúra. Tehát meg kell érteni, hogy nem csak a nyelv csinál kultúrát, hanem a rendszer szervező képességünk csinálja a legnagyobb, legtöbb kultúrát, és tisztában kell lennünk azzal, hogy ez min alapszik, milyen biológiai, megváltoztathatatlan tényezőkön alapszik, és hogyan lesz ebből tapasztalható, látható, hallható kultúra. No, a rendszer szervező képesség az négy alapvető tulajdonságba jelentkezik, amit mindenki magán is tapasztalhat. Szeretünk közös akciókba részt venni. Ez itt egy társaság, aki közös akcióba vesz most éppen részt, tehát bizonygatnom ezt nyilván nem kell. Szeretünk közös konstrukciókat létrehozni. Ez mindig azt jelenti, hogy egy szociális közösségben szeretjük, ha nekünk is szavunk van abba, hogy a közösség hogyan működjön. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki dirigálni akar, ez csak azt jelenti, hogy úgy érzi, hogy ha ő valamit a közösség szerkezetéről, működéséről mond, akkor arra figyel a közösség, mert ő a közösség tagja. Ez egy alapvető tulajdonság. Vannak, és szeretjük, ha vannak közös hiedelmeink. Hogy ennek a társaságnak mennyi van, azt nem tudom, de mondjuk egy kisebb zárt közösségnek nagyon jól tanulmányozható, hogy mennyi hiedelme van, hogy aztán ezekkel mi lett, erről fogok leginkább a továbbiakban beszélni. Ha ez a három dolog egy kis csoportban érvényesül, tehát vannak közös akciók, közös konstrukciók, közös hiedelmek, akkor rövid idő, néhány hét alatt megjelenik egy negyedik tulajdonság, ez pedig a hűség. A hűség definíciója egyértelműen az, hűséges az a tag, aki a közösség érdekeit hajlandó a saját érdekei elé helyezni. Ez egy nagyon lényeges dolog, erre még többször fogok hivatkozni. Rengetegen szeretnek közösségről beszélni, és ilyen, ekkora közönség, világközösség vagyunk, mindenfene vagyunk, de a közösség definíciója az, hogy a tagok hűségesek. Ha nem hűségesek, az lehet egy csoport, lehet egy kvázi közösség, de nem egy igazi közösség. Az igazi közösség, amikor a hűség megjelenik, mondjuk azt vesszük egynek, 100, amikor találkozik 20 ember, ismeretlen ember a téren, ugye egy csoport, egy anonim csoport, a nevüket se ismerik egymásnak, a 100 és az 1 között nagyon sokféle fokozat van. Tehát ne azt keressék, hogy ahol közösséget mondanak, hogy ott mindig az van, azt nézzék, hogy van-e hűség, és ennek milyen a mértéke, és milyen időre szól. No, csak röviden, hogy milyen típusú közösség vannak. Ha végig gondolnak egy párkapcsolatot, akkor működik, ha vannak közös akciók. Ha egymásra sem nézünk, nem megyünk sehova, nem találkozunk, abból nem lesz párkapcsolat. Ha vannak közös hiedelmeink, ha állandóan veszekszünk, mert ezzel se értünk egyet, azzal se, abból nem lesz igazi párkapcsolat. Ha van közös konstrukció, ami azt jelenti, hogy együtt döntjük el, hogy mit csinálunk és hogyan, az esetek 90%-ában meg is tudunk egyezni, akkor van párkapcsolat, és akkor jelenik meg a hűség. Addig vagyunk hűségesek a másikhoz, amíg ez a három dolog működik. De ha vesznek egy családot, vesznek egy munkahelyet, vagy klubot, vagy bármit, egy vallási közösséget, ugyanezt ki lehet mutatni. Ha vannak közös akciók, vannak közös hiedelmek, van közös konstrukció, megjelenik a hűség, és akkor beszélhetünk egy közösségről.
Ugye ez nem azt jelenti, hogyha nincs közösség, akkor a világnak futunk és öljük egymást, hanem akkor más formációkban vagyunk, amelyben nem jelentkeznek a rendszer szervező tulajdonságok, vagy nem olyan mértékben. Ha most ugrunk egy nagyot, ugye ilyen igazi közösségek az archaikus társadalmakban voltak, ahol 100-150 ember, amiből 30-40 felnőtt, a többi gyerek, egész életében együtt volt, és mint egy kis burokban együtt éltek, haltak, mindent tudtak egymásról, személyesen nagyon jól ismerték egymást, erről is hosszan tudnék mesélni. Ezek voltak az igazi közösségek. Sok minden történt, populáció, robbanás, és eljutottunk a modern társadalmakhoz, ahol néha itt-ott lehet közösségeket találni. Vannak hutteriták például, vallási közösség, emis közösségek, amik valódi közösségek. De a legtöbb dolog az kvázi közösség. Ugye azt mondják, hogy mi magyarok egy közösség vagyunk, már az egyik fele, ugye a másik az valami szörnyű dolog, az nem, de az a fele, amelyik mi vagyunk. Most abban mi is a közös? Ugye a közös akció, hogy bólogatunk, vagy szavazunk. Hát az kevés. Közös hiedelem. Hát elhisszük, amit mondanak. Oké. A közös konstrukció az már bizonyos, hogy is mondjam, közreműködést igényel, amit nem látunk. Tehát valószínűleg nincs. Van-e hűség? Azt lehet mondani, hogy egy kis csoporton belül, igen, úgy tűnik messziről, hogy van. De tényleg van. Arra, nem tudom én, 51%-ra, amelyik kétharmadot szerzett itt a választásokon, azok hűségesek? Kitartanak? Közösség? Egy felét. Ugye azt láthatjuk, hogy ezek kvázi közösségek. Az, hogy van egy kultúránk, van egy nyelvünk, ez bizonyos értelemben összefog, közösség fele vezérel bennünket, de az, hogy magyarul beszélünk, nem biztos jelentősen jelenti azt, hogy ugyanazokat a dolgokat hisszük el. Nem biztosan jelenti azt, hogy egymásért kiállunk és megszervezzük az országot. Tehát az, hogy egy nyelven beszélünk, hogy egy kultúránk van, vagy legalábbis a kultúránk nagy részébe egyezünk, ez sokat jelent, de nem jelenti a valódi, igazi közösséget a tudományos definíció szerint. Ez egy kvázi közösség, nagyon fontos lehet, nem lebecsülni akarom, csak rámutatni, hogy ez nem az a közösség, ami az ember genetikai tulajdonságai alapján képes lenne megszervezni. Ez egy kvázi közösség. Aztán vannak érdekcsoportok, ugye? Csak azt csinálják együtt, amit muszáj, nem hisznek közösen semmibe, és a legkevésbé engedik egymást beleszólni az ügyeikbe, de vannak közös érdekeik. Persze a régi közösségnek is volt közös érdeke, az életben maradás. Ma a közös érdek lehet vagyon, pénz, hatalom, ezt sokféleképpen lehet pótolni, ez is létrehozhat csoportot. Ez nem közösség. Ide, akkor addig hű valaki, amíg a közös érdeke odaszólítja, amikor már neki az érdeke más, már is ott hagyta. Tehát nem valódi közösség. Aztán vannak csoportok, azt mondom, hogy a bélyeggyűjtők, vagy a hetedik kerület, ugye ezek szervezetileg, vagy valamilyen formában megkülönböztethető embercsoportokat jelölhetnek. Ezekben még kevesebb a közös dolog, de a szabálykövetésünk, amiről majd mindjárt szó lesz, miatt ezek azért működőképesek valamire, valamilyen célból létrejönnek, és azt a célt több kevesebb sikerrel szolgálják. És persze vannak az egyének, és majd beszélek arról, hogy a modern társadalmakban az egyének úgy viselkednek, mintha ők lennének a közösségek, az egyszemélyes közösségek, erről majd beszélünk részletesebben. Na most ebben a közösség, kvázi közösség, érdekcsoport, csoport, egyén dologban
azt kell nagyon világosan látni, hogy ennek a rendszer szervező képességnek, ami egy genetikai adottság, ennek a hatásfoka az egyre kisebb, ahogy ezen megyünk keresztül. Tehát a közösségben rendkívül erős, a kvázi közösségben már nagyon gyenge, az érdekcsoportnál még gyengébb, a csoportnál gyakorlatilag nincs, és az egyénre majd vissza fogok térni. Tehát a meglévő képesség olyan, mintha a nyelvvel hasonlítanám össze, hogy beszélem az anyanyelvemet egy anyanyelvi csoportban, az a közösség. Aztán beszélek egy idegen nyelvet nem túl jól egy idegen nyelvi csoportban. Nem mindent értek meg, és ők se értenek meg engem teljesen, tehát nem, már a nyelv az nem az, ami előzőleg a anyanyelv esetében volt. Az érdekcsoportnál meg tudok 200 szót, és nem lehet eladni, de hát igazából komplikált dolgokat nem tudok kifejezni, de azért beszélek, és kérek kenyeret, tejet, buszjegyet, megkérdezem, hogy hol a repülőtér, tehát sok mindent el tudok intézni, de 200 szóval, 600 szóval újságot lehet olvasni. A csoport meg az egyén, hát akkor ott mutogatunk, mondunk néhány szót, és ennyi. Tehát ahogy a nyelv így elveszíti a funkcióját, a kommunikációs funkcióját különböző helyzetekben, a rendszer szervező képességünk is így tűnik el ezekben a modern társadalmi csoportokban. Röviden a politikáról, ugye ez a társadalmi kultúra azon része, amelyik az erőforrások elosztását szabályozza. Az erőforrások elosztása az egész állatvilágban egy központi kérdés, az állatoknak is megvannak a maga mechanizmusaik arra, hogy hogyan osszák el a csoportban élők az erőforrásokat. Az embernél ez sokkal bonyolultabb, a kultúrájával, a politikával képes ezt tenni, és az a lényege, hogy lehet mesélni róla, lehet mellett verni, hogy milyen nagyszerű és milyen tündérország lesz majd, de mindig az erőforrások elosztásáról szól. Stadion lesz, vagy egyetem. Ez erőforrás elosztás alapvetően. Aztán hozzáfűzni a mesét, az egy más kérdés. Na, most néhány olyan dolog, ami biológia, de ami nélkül az egészet nem lehet megérteni. Ugye az állatok erőforrás elosztása az dominancián, rangsoron alapul. Ennek az az óriási előnye, ez egy nagyszerű evolúciós mechanizmus, hogy mondjuk egy páviány csapat fiatal tagjai, amíg felnőnek, verekszenek, és szépen kialakul egy rangsor közöttük. Ki a legerősebb, ki a következő, és így tovább, alfától epsilonig. Amikor már felnőnek, önállóak, és valami erőforráshoz jutnak, ennivalóhoz, nőstény, hálóhely, víz, ami éppen kell, akkor nem verekszenek. Akkor a rangsorban előálló rendelkezik az erőforrással. Ha már kielégült utána a második, harmadik, negyedik, ennek az az óriási előnye, hogyha minden alkalommal megverekednének, akkor végük lenne, mert az összes energiájuk verekedésre menne. Azzal, hogy annak idején verekedtek, kialakították a rangsort, és a rangsor alapján osztják el az erőforrást, minimális energia befektetéssel jutnak az erőforrásokhoz. Tehát ez egy energiaspóroló mechanizmus. Egyébként, ha belegondolnak, ez nálunk is így van, hogyha állandóan egy puskával vagy késsel rohangálnánk, hogy a jogainkat és a vért valós érdekeinket képviseljük, hát azzal ugye a társadalom nagyon hamar felbomlana és semmire nem menne, azzal, hogy van egy erőforrás elosztási mechanizmus, amivel sose értünk egyet és elégedetlenek vagyunk vele, de van, ezzel ezt a nagyon agresszív és sok vérbe és energiába kerülő dolgot megúszuk. Tehát mind a két helyen ugyanerről szól. Na most az embernél a rangsor az sok mindenben differenciálódott és különbözik az állatoknál megfigyelhető rangsornól. Az embernek
többféle rangsorra lehet egyszerre. Lehetek én a mérnökök között a második, a fotoművészek között a 15., az újságolvasók, ha éppen rangsort alakítanak ki, ott meg a 2024., tehát sokféle rangsornak lehetek a tagja, és mindegyik egy külön dolog. Ez az állatoknál nincs. A következő dolog, hogy a rangsor nagyon dinamikus. Nem kell verekedni azért, hogy az én fotóimat előbbre rangsorolják, hanem megvannak a rítusai, kultúrája annak, hogy hogy tudom én elérni, hogy legközelebb azt mondják, hogy már nem a 15., hanem már a 10. helyen vannak olyan szépek a képei. Tehát sokkal bonyolultabban kultúrán segítségével alakul ki a rangsor. A harmadik nagyon lényeges dolog, hogy az embernél megjelent a szabály dominancia. Ez a nyelv maga is egy szabályrendszer, annak a következménye egyébként. Ugye, amikor verekszünk valamiért, azt brutális dominanciának hívjuk, előfordul gyerekek, terroristák, katonák, legkülönbözőbb helyeken verekszenek emberek is, az egy brutális dolog. És vannak szabályok. Vannak szabályok, sokszor ki sem mondott szabályok, és mégis betartjuk. Senki nem mondta itt, hogy nem szabad meztelenül bejönni, mégis mindenki fel van öltözve. Senki nem mondta, hogy nem lehet tüzet rakni, mégsem rakott senki tüzet. Ha meg valaki megpróbálná, akkor azonnal látná, hogy mindenki oda ugrik, és megakadályozzák benne. Tehát van egy csomó olyan szabály, amit a szokások, a kultúra kialakított bennünk, és nem is tudjuk, hogy hány száz ilyen szabálynak engedelmeskedünk. És persze vannak törvények, amikor leírják, hogy mennyi adót kell fizetni, hova kell menni iskolába, hova kell röntgenszűrésre, stb. Tehát vannak szabályok, rendeletek, törvények, és nagyon érdekes, hogy ezek egy közös rangsort alkotnak igazából. Tehát az emberi rangsor az vegyes. Személyek és szabályok vegyesen vannak ebben a rangsorban. Mondok erre egy példát, csak azért, hogy az egészet világosan lehessen látni. Mondjuk egy irodaház könyvelési osztályán a osztályvezető reggel nagyon dühösen és mérgesen bejön, hoz egy nagy pisztolyt, és azt mondja, hogy Csányi úr, én ott dolgozom, ezzel a pisztolyjal minden klienst lőjön le, aki bejön, mert ma nincs kedvem hozzájuk. Ugye egy parancs, én eddig mindent megcsináltam, hogy így könyvelem, úgy könyvelem, összeadom, stb. Most meg azt mondja, hogy lőjem le a bejövő klienseket. Hát megőrült, nyilvánvalóan nem engedelmeskedem. Nem engedelmeskedem, mert a ne őj szabálya a számomra sokkal magasabb helyen helyezkedik el a rangsorban, mint a Kovács főkönyvelő. No de ha háború van, és a Kovács főkönyvelő most őrmester, mert az lett, és azt mondja, hogy na Csányi, ott azt lője le a 48 mintájú hadipuskával, mert az a pofa az engem nagyon irritál. Hát akkor lelövöm, mert hát parancs az parancs. Vagyis ugye egy egészen más helyzet. A háborúban a őrmester sokkal magasabb a rangsorban, mint a ne őj parancs. Tehát ez egy nagyon rafinált dolog. Ez a lényege, hogy a szabály és a személyek keverednek a rangsorba, és minden a adott helyzettől függően rugalmas. Tehát az egyik rangsor egy bizonyos helyzetben él, a másik egy másik helyzetben egy másik rangsor élhet. De mindig szabályok, személyek vannak, és ha el kell döntenünk, hogy mit csináljuk, akkor még ha nem is tudatosan gondoljuk, végig szaladunk azon, hogy most tulajdonképpen kinek van igaza, és mit lehet csinálni. Ugye ott a középen látják a Lady Gagát, amint bemutatják őt az angol királynének, és
hát hogy lássák, hogy ez a dominancia rend, ez működik a világban. Ezt nem fogom részletesen elmesélni. Itt le van írva pontosan, hogy az angol királynőt hogyan kell üdvözölni. Tehát például úgy, hogy az ember kimegy abból a helységből, ahol a királynő tartózkodik, akkor nem szabad megfordulni, mert nem való az embernek a hátát mutatni a királynőnek, hanem így hátrafele kell kivonulni. Ott a bal sarokban van egy kép, ahol az Obama felesége egy látogatáson barátságosan beszélgetett a királynővel, és a királynő megérintette a hátát, és erre ő is a királynő vállára tette a kezét. Erről 3-4 hétig cikkezett a sajtó, hogy ilyet életükben nem láttak. Hát egy királynőt megölelni hátulról, hát ilyet csak egy barbár amerikaiaknak fogalma sincs a rendről, az udvariasságról. Elképesztő. Úgy írták le, hogy évszázadok óta ez nem fordult elő. Benne van a neten, meg lehet nézni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy nehogy azt gondolják, hogy ezek olyan dumák, hogy van rangsor, meg szabály, meg ilyesmi. Ezek nagyon élő dolgok rendes helyeken. Na, most egy kicsit a közös hiedelmekről muszáj beszélnem. Ugye beszélünk, és a beszéd valamilyen szöveg, történet, elbeszélés, leírás, szabály, és ezek alkotják a hiedelmet. A hiedelem az mindig valamiféle absztrakció, és azt gyanítjuk, hogy a legelső hiedelmek egyike az a közösség lehetett. Ha belegondolnak, egy igazi közösség, az fölöttem van, annak én a tagja vagyok, az hatalmasabb, mint én, segít engem, én is mindent megteszek érte. De most elgondolni ezt a dolgot, hogy előttem is volt, most is van, utánam is lesz, ez csak akkor megy, ha az agy képes absztrahálni. Egy kutya, ugye én nagyon szeretem a kutyákat, a kutya egy zseniális és rendkívül okos állat, amelyik már közeledik az emberhez, de egy kutyának azt mondani, hogy itt volt egy cica, ezt nem lehet, ha azt akarjuk, hogy ezt meg is értse, mert ha azt mondom, hogy cica, akkor azonnal néz, hogy hol van, és meg lehet-e fogni. De az, hogy itt volt, vagy hogy majd holnap itt lesz, ezt egy kutya nem tudja megérteni. És az összes többi állat, akik persze nem olyan okosak, mint egy kutya, múltról, jövőről ilyen értelemben absztrahálni nem tud. Ez egy emberi képesség, és egy nagyon fontos képesség. Tehát absztrakció. De minden gondolat hiedelem, amikor magunkról, társainkról, gyakorlati technikákról beszélünk, akkor mindig hiedelmekről van szó, az nem biztos, hogy úgy van. Ha megkérdezem, hogy hány forintos bélyeget kell tenni a borítékra, valaki mond valamit, aztán vagy jól emlékszik, vagy már közben fölemelték az árát és más, tehát ez egy hiedelem lesz, amikor én megkapom, és akkor derül ki, hogy mennyire valódi, amikor elmegyek a postára és megkérdezem. A hiedelem az egy konstrukció, ami sok generáción keresztül működik. Erre egy példát muszáj elmondanom, mert azzal lehet igazán érzékeltetni, hogy miről van szó. Ott látnak egy tepsit, egy nagy darab hússal. Egy antropológiai konferencián jó pár évvel ezelőtt egy fiatal ember, fiatal antropológus elmesélte a következő történetet. Van egy barátnője, azzal hétvégén együtt főznek. És azt a fura dolgot vette észre, hogy amikor ilyen nagy darab húsokat sütnek, a barátnője a nagy húsból levág egy vastag szeletet, és azt úgy mellé tesz, és úgy teszik a sütőbe. És ugye a harmadik, negyedik esetnél megkérdezte, hogy miért kell levágni belőle. És hát a lány így csodálkozott, hát ő ezen sose gondolkodott, hát ezt így kell. Hát a mamám mindig így csinált, hát ezt így kell csinálni. Jó, de miért? Hát azt nem tudom, kérdezd meg a mamámat. Elmentek a mamához, aki meghallgatta, összecsapta a kezét. Hát gyerekek, én ezt nem tudom, hogy miért kell, de így kell, én egész életemben így csináltam.
most, hogy így rákérdeztek, hát nem tudok valami közvetlen okot mondani, de hát a nagymama is így csinálta. Elmentek a nagymamához, mert még élt. A nagymama meghallgatta, jót nevetett, összecsapta a kezét, és azt mondta, édes gyerekeim, amikor én sütöttem, kicsi volt a tepsi, le kellett vágni, mert nem fért bele a hús. No, ez egy nagyon lényeges tulajdonsága a hiedelmeknek. Van egy konkrét eset, amikor a cselekedetnek értelme van. Nem fér bele, le kell vágni, mellé lehet tenni. Oké. Egy darabig ez működik, aztán önállósul, átadódik a második, harmadik generációnak, már nem tudják, hogy miért úgy csinálják, de csinálják, mert ezt így kell. És ha belegondolnak, 100 000 dolgot tudunk, ha mindegyiknek utána járnánk, hogy miért pont úgy kell, miért nem lehet másképp, akkor semmire nem jutna időnk. Lehetetlen az emberi társadalomban mindenről kideríteni, hogy miért alakult úgy. Legtöbbször elfogadjuk. Ez nem azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy rengeteg rossz hiedelmünk van, rengeteg marhaságot hiszünk, de ez azt is jelenti, hogy a nagyon rossz hiedelmek azok idővel azért eltűnnek, mert ugye annak, hogy levágják a húsból a szeletet, annak nincs káros hatása, tehát az változatlanul mehet generációkon keresztül. Ha valami komoly bajt okozó hiedelmünk van, akkor az nagyon gyorsan kiderül, és akkor attól a hiedelemtől megszabadulunk. Tehát a hiedelmek változnak a gyakorlat révén, de csak nagyon lassan, attól függően, hogy milyen a hatásuk, és ha nincs rossz hatásuk, generációkon keresztül is megmaradhat. Most ez csak egész röviden, ugye abból, amit elmondtam, világos, hogy a hiedelmek azok szépen változhatnak, kiegészülhetnek, nem pont úgy adjuk tovább, ahogy kell, és idővel, amikor már egy ilyen felhabzott hiedelem van, akkor már fogalmunk sincs, hogy valójában mi ebből az igazság, de még mindig úgy gondoljuk, és az ember a hiedelmeire ugye ki tud állni. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága a hiedelmeknek. Minden, amit tudunk, az hiedelem. Ezt én bárkinek be tudom bizonyítani. A komplex hiedelem konstrukciók alkotják a társadalmat és a kultúrát. Vallások, a tudomány, ezek mind hiedelmek. A tudomány abban különbözik, majd mindjárt kitérek rá, hogy van egy konkrét gyakorlati ellenőrzése, de az elméletek ugyanolyan hiedelmek, mint a vallási hiedelmek. Matematika, filozófia és természetesen a politika, ezek mind hiedelem konstrukciók. Hát most gyorsan megyünk, mert már szalad az időm, vallások. A tudomány csak azért az én kedvemért, ugye ott is az ember elhisz valamit, aztán csinál kísérleteket, és rájön, hogy marhaság az egész, és akkor kijavítja. Attól nem lesz a hiedelem igaz, csak a gyakorlattal összhangba került. Tehát az, hogy egy részdrótot forgatok a mágnes sarkai között, és áram keletkezik benne, mondhatom azt, hogy kis angyalok szaladgálnak, mert szeretik a mágneses teret. Vagy azt, hogy elektronok szaladgálnak, kis golyók, vagy azt, hogy hullámok, vagy azt, hogy kis ördögök. Ez mindegy. A lényeg az, hogy a mágneses térbe forgatni kell azt a részdrótot, mert különben se az angyal, se az ördög nem fog benne mozogni. Tehát ugye itt a hiedelem, az majdnem mindegy, a gyakorlata fontos. Ha úgy csinálom, akkor ez a dolog megjelenik. Ennyi tud a tudomány, nem többet. Ez nem kevés. Hogyan terjednek a hiedelmek? Az ember azt hiszi, hogy hát ez egy ritka dolog, hogy ő elhisz valamit, mert általában legyint is nem hiszel, de ez nem igaz. A hiedelmek hálózatokon keresztül terjednek, nincs most idő ebbe a részletekbe belemenni. Rendkívül gyorsan elhiszünk dolgokat, amit barátainktól, jóismerőseinktől, megbízható emberektől hallottuk, füleseket kapunk, nézzük a televíziót, használjuk az internetet, olvasunk könyveket, vannak rendeletek, számtalan módon jönnek a hiedelmek. No,
Akkor most egy kicsit megállva és visszatekintve az egészre, ugye itt van az állam, ami egy bonyolult szabályrendszer konstrukció. Tudjuk, hogy hogyan vagyunk a szabályokkal és a dominanciával és a rangsorral. Ott van benne a politika, mert az államon belül is el kell az erőforrásokat osztani. Ez egy világos helyzet. Aztán vannak csoportok, érdekcsoportok, pártok, szakszervezetek, egyházak, közigazgatás, civil csoportok, egyetemek, mindenféle. És van érdek, lehet ideológia, és számtalan hiedelem. Hiedelem tengerbe fürdünk mindig, amit aztán a média meg a különböző hálózatok szállítanak ide-oda. Ez egy eszméletlenül komplikált rendszer. Ugye, aki politikát akar csinálni, az az öt ember itt, aki jelentkezett, ugye annak nagyon meg kell fontolni, hogy ebben a rendszerben hova kell benyúlni, mit lehet mondani, mit lehet csinálni. Hiedelmeket kell változtatni, érdeket kell változtatni, ideológiát kell csinálni, és akkor majd minden jobban megy. Tehát ez egy roppant bonyolult dolog, és hát ott vannak a globális hatások. Nem vagyunk egyedül, a globusz befolyásolja, amit csinálunk. No, modern problémák, és itt visszatérek arra, amit már megjegyeztem, hogy ha megnézzük, hogy ugye nincsenek igazi közösségek, a definíció szerinti közösségek, de megnézzük, hogy egy-egy ember hogyan viselkedik. Ugye akkor azt mondhatjuk ebbe a rendszer szervező négyes tulajdonság sorba, én tudom, hogy mit csinálok. Majd én eldöntöm, hogy mit csinálok. Nem megyek a közösségemhez, ha van is olyan, amiről azt képzelem, és megkérdezem, hogy gyerekek, mit csináljak, hanem én tudom, hogy mit csinálok, mert én okos, ügyes vagyok. Milyen hiedelmek vannak? Nem a közösség hiedelmeit veszem át, hát ezek hülyeségeket beszélnek állandóan. Én majd kiválasztom a magam hiedelmeit. Szociális konstrukció. Hát mit kell, mi a dolgom? Hogy megcsináljam magamat. Tehát azt látjuk, hogy és a negyedik, kihez leszek hűséges? Hát magamhoz feltétlenül. Vagyis a rendszer szervező tulajdonság az ugyanúgy megvan, mint egy millió évvel ezelőtt, de visszacsatolódott az egyénre, az individualizmus egyéne az egy olyan közösség, amelynek egy tagja van, és úgy működik, mint egy közösség. Közös akció, közös hiedelem, közös konstrukció és hit saját magába. Ez egy csomó embernek jól megy, és ők azt mondják, hogy nagyon jól vannak, köszönik szépen. Egy csomó embernek meg nem sikerül, nem jól választják a hiedelmet, nem jól választják ki az akciót, nem tudják magukat megcsinálni, mert fogalmuk sincs, hogy mit kéne magukkal csinálni. Hát ez baj. Ugye nincs közösség, nem segíti senki, egyedül kell csinálni. A 7 milliárd nagy része a kevésbé szerencsések közé tartozik, akik ezt nem tudják igazából megcsinálni. Ha most a végét nézzük, most már mindjárt vége lesz, globalizációt, akkor azt látjuk, hogy ugye bizalom és hűség helyett, ami a közösségekben volt, egyezkedünk, érdek alapon egyezkedünk, és az egytagú közösségek populációja adja az emberiséget, ami egészen másképp működik, mint ahogy a közösségek annak idején működtek. Ezeket most kihagyom, mert majd ezeket megkérdezik. Azt akarom meg a társadalomról csak néhány dolgot. Ugye én most az emberi természetről és az ember biológiájáról próbáltam néhány dolgot, inkább csak provokációk és szándékkal elmondani. Az ember, ez a Dénes Ágnesnek a nagyszerű rajza, minden darabot egy ember benne. Ugye az embert lehet vizsgálni közösségben, és lehet vizsgálni
a nagy tömegben, hogy hogyan működik. És ha a sokaságot vizsgáljuk, akkor megint lehet közösségeket vizsgálni, és lehet az egész társadalmat vizsgálni. Most azt kell mondanom, hogy a közösségek viselkedését elég jól ismerjük, és meg tudjuk jósolni, hogy hogyan viselkednek különböző helyzetben, ha a kultúrájukat valamennyire ismerjük. Azt, hogy a megatársadalomban az egyszemélyes közösségek populációja hogyan viselkedik, erről nagyon kevés információnk van, alig tudunk valamit. Néhány példát csak, hogy ezt érezzék, mert ez nagyon fontos, hogy ez egy más világ, hogy nem úgy kell gondolkodni, mint régen. Voltak események, amelyek nem következtek be. Nem dobták le a harmadik atombombát. Ezt senki nem tudja megmagyarázni, hogy miért. Hát ha lett volna egy ilyen fegyver 1000 évvel ezelőtt, biztos, hogy ledobták volna, mert akkor agyon csapjuk őket, aztán arra többet nem megyünk, el van intézve. Most pedig nem dobták le, pedig nagy feszültségek vannak, ez egy fura jelenség. Az én ifjú korom mindig azzal telt el, hogy a nagy vitákat, hogy mit, hogyan kéne csinálni, azzal zártuk, hogy igen, de itt vannak az oroszok. És nem fognak kimenni, hát miért mennének ki, hát bolondok lennének kimenni. És kimentek. Kimentek annélkül, hogy harmadik világháború lett volna. Pedig mindig azt gondoltuk, ha egyszer kimennek, akkor az csak a háborún keresztül valósul meg. Nem úgy valósult meg. Nincs rá pontos magyarázat. Van néhány dolog, amire nem számítottak. Leomlott annak idején a berlini fal, előtte egy héttel nem volt olyan társadalomtudós, aki azt mondta volna, hogy emberek, én a társadalomtudományi ismeretek birtokában azt mondom, hogy a jövő héten leomlik a berlini fal, és új világ lesz. Nem volt ilyen. Leomlott a fal, és új világ lett. Internet. Egy játékból indult. 100 évvel ezelőtt nem is képzelték, hogy ilyen lehetséges. Mobiltelefon. Amikor én gyerek voltam, olvastam, hogy felfedezték Amerikában a celluláris font, ami alatt azt értették, hogy ilyen nagy 30-40 négyzetkilométeres területek közepén kellene egy adót csinálni, rádióadót, és akkor lennének olyan telefonok, amelyek ezt fognák a adást, és akkor így, hogyha az egész országot betelepítenék ilyen adókkal, akkor lehetne telefonálni. De rögtön hozzátették, hogy ezt egy ilyen pihent agyú kutató találta ki. Arra semmiféle választ nem adott, hogy kinek lesz annyi pénze, hogy mondjuk Amerikába sok százezer ilyen adót telepítsen, és honnan veszi azt a készüléket, ami majd azokat a gyenge jeleket fogja, és az egészet, szóval ez egy ilyen science fiction ötlet, ilyen lehetne elvbe, de sose lesz. Hát mobiltelefonja itt mindenkinek van. Az én ifjú koromban Kínában 100 000-ek haltak éhen. Most Kínának 2 billió dollárja van a tartalékban. A mostani világ olyan, hogy van egy technológiai bőségszaru, amiből mindent el lehetne látni, mind a 7 milliárdot. Ettől függetlenül az egyik napi 100 forintból él, és vannak, akinek milliárdjai vannak. Ez egy megoldatlan probléma. 7 milliárdos emberiséget úgy éltetni, hogy ezek az egyenlőtlenségek legyenek, közben a természetet kiírtjuk, ez egy nonsens. Ezt valahogyan másképp kellene csinálni. A közösségek felbomlottak, megszűntek, egytagú csoportok populációja van, de ezt valahogyan menedzselni kellene. No, ez a hirdetés, a reklám helye. Köszönöm szépen!